Elutasította a szenátus azt a törvénykezdeményezést, amelyet a szélsőségesen nacionalista Bogdan Diákonu és Rezván Yonuct Nászé független szenátorok nyújtottak be, és az RMDSZ törvényen kívül helyezését célozta. A tervezetet negatívan véleményezték a szakbizottságok és a nagy többség is ellene foglalt állást. Azonban így is jó néhány szenátor támogatta vagy tartózkodott a szavazáskor. Verestói Attila RMDSZ-es szenátor felszólalásában elmondta, 1990 óta a különféle pártokba szakadt nacionalista, magyar ellenes politikát felvállaló képviselők és szenátorok folyamatosan próbálják provokálni mind a romániai magyar közösséget, mind pedig az azt képviselő szövetséget.